Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Szép napot, szép tavaszi, korai tavaszban! Örüljünk neki, nagyon jó az idő! Hát kijöttem, beleavatlak benneteket egy dologba, én már ide készítettem ezt a bográcot, Bélit, mit készítek én? Az a helyzet, hogy már is elmondom, lépésről lépésre, egy marha gulyás, tavaszi marha gulyással fogok nektek most előállni. Úgy, hogy kályhán fogom főzni annó idején, mint annó idején az édesanyám, illetve a nagyszüleim. Hát akkor lépésről lépésre fogok beszélni, mondani fogom, hogy hogy csináljátok, lehetetlen, nem fogjátok elcseszni. Már is akkor indítunk. Hát vettem egy kiló marha, növendék marhahús. Na hát, ugye a zöldségek is már itt előkészítettem azért, hogy ne kelljen annyit pampucolni, íme. Itt a fűszereket én már itt kidekáztam, meg minden elmondtam, egy kicsit kiborítottam a paprikát, az mondjuk az vele jár, mindig csinálok ilyen dolgokat, úgyhogy de az ételre arra nagyon jó. Ég ez a tűz, megnézzük. Ó, látom, lövi. Na, hát akkor csinálunk egy olyan műveletet, kezdjük, hogy már is kolmos lett a kezem a helyszínen. Nem akarom, hogy megégjek. Ugye leveszem ezt a karikát innen, hogy nagyobb tűz legyen, ide oldalra valamit. Bombázzuk, hát olyan lesz, amilyen lesz. Felteszünk ide a bográcsot, így. Lehetne bográcsot, ahogy gyerekek. Ha csináljátok otthon is jó tűzhelyen, csak itt egy kicsit olyan füstösebb, meg egy kicsit dizájnosabb. Na, én már itt kimértem itt egyébként egy olyan 10 deka, 15 dekányi sertészsírt, amit már is olvasztásra indul. Hey. És megolvasszuk a zsírt, mert hogyha most így a hagymát beleteszem, akkor már egy oda is fogjuk kapni. Most nem lesz más nagy dolgunk, hogy már is a hagymát belefogjuk. Gyerekek, ez egy olyan körülbelül egy 15-20 dekányos teljes hagyma, meg kettő ilyen íznyi nagyságú fokhagymát is bele daraboltam. Már megint úgy vagyok vele, hogy lehet egy-két paprika bele, meg egy paradicsom. Hát Istenem, előbb-utóbb úgy is azt is bele kell tenni. Nos, elmondtam akkor, hogy 20 dekányi, 15-20 dekas sertési, és egy olyan 15-20 dekás hagyma, és két gerezd fokhagyma van benne. Lépésről lépésre fogom mutatni, illetve mondani. Nagyon pacek étel fog lenni. Ajánlom mindenkinek. Nos, hagy üvegesedjen egy picikét a hagymánk. Nos, hát az a helyzet, hogy már ez a hagyma már eléggé úgy van, hogy pont jó. Akkor itt vagyok a marhával, és ezt a marha hús most bele fogom, egy kis víz van rajta, ezt még le. Itt a természetben itten ki lehet önteni semmi, a szóval ezt ugye nem csinálnánk meg úgyse. Jó, na most az a helyzet, hogy ezt egy kicsit, egy olyan kéregnyire egy kicsit megpirítjuk a hagymával, hogy egy kis kérget képezzen. Ugye a gulyásnak ugye ez egy jellegzetes íz fog majd adni. És elmondom még azt, hogy majd mikor eljön az az idő, az a főzési fázis, nokedlit fogok szaggatni bele, de kegyetlenül nokedlit fogok szaggatni bele. Na mindjárt ők agypirul egy kicsit. Úgy látom, ez már jó, ez már egy ilyen kis kérget adott neki. Megszáradt már a pólom, átöltözök gyerekek most, mert... Na! Ez már bőve! Pacek minden! Nézzük akkor, hogy mit fogunk ma. Na ez már úgy látom, hogy már az szupi. Nos gyerekek, akkor nincs más, most már mondom akkor a témát. Szuper! Hát egy olyan van, hogy itten ez ilyen házi jellegű paprika, mivel gulyásról beszélünk, ez egy olyan
kávés kanállal teszek bele, és fél. Egy, kettő és fél. Teszünk bele egy kis borsot is. Hát úgy annyit, amennyit ugye így körülbelül egy olyan teás kanálnyi. És nem utolsó sorban még egy kis fűszerköményt. Mert ez még adnak egy kis jellegzetes ízt. Így ez is körülbelül ennyi egy olyan teás kanálnyi. Jó, na most adjunk neki egy kis itatost. Gyerekek, azért mérem így pohárra, hogy jobban meg tudjuk azonosítani a dolgot. Ez körülbelül egy fél liter. Egy fél liter. Egy liter. Másfél. Kettő. Kettő és fél liter vizet kapott. Ez az is. Na már, most egy kicsit ezt összekavarom. Így. Ez az mi. Na most már várjuk, és akkor beletesszük a dolgokat. Én így csináltam, megpucoltam így ezt a zellát, ugye? Úgy látom, jó, eléggé. Meg van mosva, meg van tisztítva, hagyd menjen bele a dolog. Így előveszem a répát, paradicsom, fehér répa, így, hát ezt a paprikát ebből még mindjárt majd hagyd menjen így bele. Maradott egy kis hagyma is. Jó. Én még azért, hogy ne legyen annyira erős a dolog, tehát én úgy gondolom, hogy ez bőven elég lesz bele, mert ugye van benne bors is. Továbbá, van itt kettő darab ilyen gulyás kocka. Ugye nem felejtettük el, hogy 2,5 liter vizet kapott. Ezt is beletesszük. Így. De hát, ha nem teszünk bele, akkor majd több más fűszer kell bele. Na most körülbelül ez így jó, és teszünk bele ezt a étel ízesítő, tehát ilyen varázsféle. Egy, kettő és fél. Tehát kettő és fél. Továbbá van itt egy kis piros aranyunk is, csemege persze. Hát egy olyan, mit tudom én, megy, majd megy, hát mindegy. Egy megy darab nagyságot. Így összejátszok. Így nem sokan majd aztán majd krumpli, nokedli lesz benne. Gyerekek is hagyfélre. Most azon gondolkozok, hogy én meg itt álljak itt, mert nem vagyok én. Ez aki vagyok. Meg ne lássák. Már itt a nyúl vigye a puskát. Na, hogy legyen? Azt se tudom, hogy nyílik ki. Ó, egyszer. Nem is kell ide semmi más. Ezt nem élünk itt most. Na, akkor, na persze, biztos, hogy nem. Isten áldása legyen mindenkin a Földön. Legyetek szerencsések, egészségetekre. Na. Nem ezt öblítjuk ki, mert boros lett. Ereckim! Figyeljetek, ne felelkezzek! Na most már! Jó, minden! Az már aztán nagyon lesz az idő. Nem soká krumpli, noki bele, aztán
van, az alakul, az úgy púpol gyerek a pejzsot. De az eldet, mire megferdigára kiesik a gyom. Na jól van, ez egy pont itt jövök is akkor. Akkor lökünk valamit. Ja. Jó, te pöltő, házi te pöltő. Gyerekek, csodálatos. Ami nagyon jó. A világon ettől jobb nincs. Fekete retek. Egészséges nagyon. Megy az igazi. Na, nézzük, hogy hogy áll ez a kaja. Ez igazi jó vacsora lesz belőle, csak már én éhes vagyok, ott már lögtem be az arcba valamit. Akkor vagyok sehol. Na nézzük, így. Na nézzük, hogy áll ez a tejhó, nagyon jó össze lesz játszva. Én direkt nem pirítottam a paprikát, se semmit, mert ez egy különleges édeskés íz jobban. Így szoktam. Na, akkor kezdjünk neki. Kihagyok én már. Na gyerek. 60 deka krumpli. Én ezt már most bele is zubbantam. Mellé is ment, hát ez mondjuk alap. Jó lesz az. Majd nem sokára csinálunk egy minőségi ellenőrzést. Hát akkor se tudom, mit csináljuk. Mennyi dolgom van. Hogy csináljak egy nautát, Atti? Nem van itt. Alapul már megnéztem, nézzünk egy minőségi ellenőrzést. Hogy mennyi fűszer keverék. Gyerekek, nagyon finom, csak az a helyzet, hogy még ez mindig igényel egy kis sót. Akkor már itt teszünk még bele. Így egy ilyen teás banányi. Egy. Másfél teás banányi só. Jó, akkor ezzel mindjárt meg vagyunk. A krumpli már benne van. Nem sokára jön a nokedli hozzá. Hat fő jön. Addig meg még ez fő. Csinálunk valami érdekes zenét neki. Ó, de jó lesz. Mind a piros.
városból. De ma az este angyalom vagyok, szeretem a bort. Most is részeg vagyok tőle, angyalom vagyok, szeretem a bort. A lábamon alig-alig állok, de mégis szeretem a kalládot. Angyalomban vagyok, szeretem a bort. De a lábamon alig-alig állok, mégis szeretem a kalládot. Ragyogó, szeretem a bort. Elemegy az én rózsám Pestre, angyalom vagyok, szeretem a bort. Újság árus lett belőle, angyalom ragyogó, elalszik a tű. De teszek mindjárt akácfát a tűzre, hadd följön a gulyás nékem, angyalom a ragyogom, szeretem a bort. Erre inni kell. Ha persze, hogy igaz, na négy, akkor, hogy erre inni is kell. Hát szóljon akkor. Helyre jó kedvem van a betyárját. Na, végig. Isten áldjon mindenkit! Na, hát ez nagyon szupi. Na. Jaj, ki ne borulja. Hogy áll az éte? Gyerekek, ez nagyon jó. Jómale is szovázott a tűz, adunk meg egy kis bundás kenyeret, vagy egy égen. Nagyon jó lesz a gyerekek. Na gyerekek, közben még itt megraktam a tüzet, olyan illatok terjegnek itt az udvaron, hogy ez nagyon jó. Már most gyorsan leálltam itten, és egy 25 dekalisztert, két tojás, és van benne két jó csipet só. Hát erre már jó itten kikavartam, már itt abban kilaktam itten minden. Most az előtt, hogy nem az, hogy nincsen nokedliszaggató meg minden. Én nem igazán vagyok arra evő. Van itten egy tányérom, és szépen így ki szedem ide. Így nem olyan sokat teszünk bele, mert az az igazság, hogy már hús, krumpli, minden van benne. Hát. Tudok, hogy már ide állok mellé. Igen, akkor nézd, hogy jó szaptos érte. Minden jó puhára fő benne, minden nagyon, nagyon finom, és ez a zöldség illat benne, hát ez valami eszméletlenül jó illata van. Hú, ezt éreznék ezt az illatot. Gyerekek, úgy néz ki most már, mert ahogy mutattam már a ezelőtti videóban, egy kicsikét így előre meghúzzuk, és így megmártjuk egy picikét a kanalat. És akkor ilyen kis piciket így mutatom, hogy így, ennyit vetünk bele, és mindig így egy piciket. És akkor így elkezdjük így. Mint a mama régen. Pacek mindjárt. Megnézzük, hogy hogy néz ki. Ócsém, ez aztán. Ez aztán már ez kalória van. Hú, nézzétek, milyen jó sűrű lett. Na hát, gyerekek, körülbelül egy rottyantás, egy
Ó, 10 perc, 15 perc, és már is jövök ott. A tálalásról, ha elkészítitek, nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Gyerekek, brutális illata van, ez a rengeteg zöldség harmónia. Tehát ez olyan érzés kölcsön az embernek, ez az igazi tavaszt sugalja az embernek az egész életébe, hogy ez szabályosan veszettség van, gyerekek, veszettség, nagyon finom. Csináltam minőségellenőrzés, minden pacek, minden jó, lépésről lépésre készítitek eztet így, ahogy elmondtam. A bort azt nem muszáj inni, az csak az én nekem olyan, tudjátok mi van, de egyébként nagyon finom. Nos, nem soká jövök a tálalásra, gyerekek, egy rottyantás, egy olyan 10 perc, és indulok vissza tálalásra. Sziasztok! Ó, de jó, forró. Na de gyermekeim, fergeteges, jó étvágyat kívánok hozzá. Köszönjük szépen, és megjük kanál nélkül, hogy együtt meg. Nos, az a helyzet, gyerekek, most Stefán a videósunk, ő is fog enni. Sziasztok, már úgy megéheztem amúgy már. Kaphatnánk egy merőkanál hozzá? Már is adok egy szedőkanalat hozzá. Merőkanál. Mondjam el, mit csinál? Nem mondjam el? Jó, nem mondok el akkor semmit neki. Na tessék. Jó, szinti szekély magadnak terültő. Jó étvágyat. Dejfőt kértek hozzá? Nem. Én se kérek. Jó, néz ki. Jó, gyerekek, akkor kérnék szépen egy minőségi ellenőrzést, ezt még megvárom benneteket, megvárunk, hogy mit szóltok hozzá. Kézzel hájlott nokedlivel, van egy kis csontos rész is benne. Igen. Egyébként. Kíváncsi leszek hozzá, hogy mi a véleményetek hozzá. Na jó étvágyat kívánok! Köszönjük, először megkortolom. Majd utána berre is paprikázom. Mondjátok meg, hogy mit hagytam ki belőle. Fú! Hú, gyerekek, ezt el kéne rontani. Miért? Nagyon finom. Jaj, ma kezdtem meg. Igen. Szó szerint sajnálom megenni, mert olyan finom. Hát ne sajnálj megenni, mert én már ennék amúgy. Na, örülök, hogy íz lett akkor. Pacek minden! Sose voltam buta, mindig jó kaját csináltam. Jó étvágyat hozzá, és kellemes pihenést kívánok hozzá. Köszönjük. Nektek egészséget mindenkinek.